A megyei első osztály legutóbbi fordulójában Mándokon 2-1-re győzött a Máté Szalka, amivel némi levegőhöz jutott a bajnokságnak még komoly célokkal nekivágó együttes. Az MMTK ugyanis a kiesés elől menekül, és a közvetlen riválistól elvett 3 pont duplán számít majd a végelszámolásnál. A szalkaiakat ismét az a stáb irányította, amelyik a 12. fordulót követően az addigi edző Siska Attila helyére lépett. Őket télen Fogarasi Zoltán váltotta, de mivel az eredmények nem jöttek, a 24. fordulóban elszenvedett Sényű elleni hazai vereséget követően ismét váltás történt a kispadon. Úgy döntöttünk, hogy visszaállunk a régi kevékvágásba, a jó magam vezetésével, háttér emberek segítségével, egy új szakmai irányítás mellett tettük le a voksot. Ez úgy tűnik, hogy ez sikerült is, mert most itt az edzőváltás óta 3 meccsből 7 pontot sikerült szerezzünk. Ezzel azt gondolom, hogy egy picit megnyugtatóvá tettük a helyzetünket, kicsit távolabb kerültünk a kieső zónától, de azért még van hátra 3 meccsünk, nem nyugodhatunk meg kellőképpen. Még szükségünk van egy pár pontra ahhoz, hogy a szezon végén elmondhassuk azt, hogy sikerült kiharcolnunk a biztos bennmaradást, bár nem ez volt a tervünk, és az sem volt a tervünk között, hogy ennyi edzőváltás fog történni a szezonban, de ez így alakult, ezt most már így fogjuk befejezni. A tabellán a Máté Szalka 29 ponttal a 11. helyen áll, a szintén 29 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Tuzsér mögött. Az egyaránt 26 pontos Vásáros, Namény és Mándok szintén kevesebb meccset játszott az MMTK-nál. Nekünk még van egy szabad nap, azaz 3 meccsünk van, egy hazai, de a 3 meccsből mindenképpen szeretnénk 2-t megnyerni, amire szerintem reális esély is van. Hát ugyanazt játsszuk majd, amit az utóbbi 4 meccsen. Gyors játékosainkat megpróbáljuk kihasználni elől, aztán lesz, ami lesz. De én úgy gondolom, hogy 6 pontot szerezni fogunk. A Máté Szalka a következő fordulóban a Tuzsért fogadja, majd Rakamazon és a szabadnapot követően a záró fordulóban Gyulaházán lépnek pályára Jeddiék.